nagyon szép történelem, amely tele van eredetiséggel. Vallotta 2007-ben egy székelyudvarhelyi beszélgetés során Egyed Ákos történész a székelyek történetét tárgyaló frissen megjelent kötete kapcsán. A több mint 60 évre terjedő kutatói tevékenység eredményeként megjelent cikkek, szaktanulmányok és önálló kötetek terjedelmes sora hűen tükrözi a székelyföld és székelység történelmének kutatásába fektetett energiát és az elért eredményeket. A kedvencek közé talán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetét, Erdély újkori társadalom és agrártörténetét sorolhatjuk. A tanulmányai elvégzése után Kolozsváron maradt kutató nem feledkezett meg szülőfalujáról, a háromszéki Bodosról sem. A gyerekként átélt eseményekről, melyek hatással voltak szakmai tevékenységére is. Én el szoktam mondani, hogy átéltem 1944-ben, 10 éves gyerek voltam akkor, azt, hogy hogy mehetett végbe a székelység bevonulása, vagy lármafákkal most ugye figyelmeztetés az ellenség közelettére, és az, hogy gyülekezni kell. Apám hadnagy volt, és visszavezették 1942-ben a székely határőrségi rendszert, és 44-ben, amikor a románok átálltak a másik oldalra, akkor mozgósították a székelységet. Itt apám is ugye, mint hadnagy, a századparancsnok volt, Bodosi és a Baróti század együtt, a barótiak együtt alkottak századot, és kihirdették, hogy gyülekező itt és itt, és láttam azt, hogy jönnek össze az emberek, a határőrök, és sírnak az asszonyok, gyermekek, futottunk, mert érdekes volt utánuk. És ez is ott volt, amikor ezeket kutattam, mindig ott volt az eszemben, amit láttam. A székelyföldet járva kutatásai, vagy éppen előadások, konferenciák, könyvbemutatók, megemlékezések kapcsán nem került el székelyudvarhelyt. Udvarhelyszéket érintő írásai tanulmánykötetekben, ismeretterjesztő lapokban, nagyobb lélegzetvételű munkáiban jelentek meg. Nincs udvarhelyszéken történész, kinek tevékenységét közvetlenül baráti tanácsaival, vagy közvetve tanulmányai, kötetei által ne befolyásolta volna. Az utóbbi években városunkba vonzák dédunokái és unokája, ugyanakkor egy nagyobb kutatási könyvkiadási program vezetésével járó kötelességek, melynek elindítója valójában a már említett 2007-ben adott interjúja volt. Kellene egy nagy székely monográfia, aminek én feltétlen híve vagyok. Meg is van a kutatói gárda, erő ehhez. Ha jól össze tudjuk hangolni a kutatók munkaerejét, tehetségét, megtalálva a megfelelő anyagi fedezetet és kiadót, akkor ez megvalósítható. Székelyudvarhely városvezetésének 2012-ben kelt felkérésére Egyed Ákos az elvégzendő munka nehézségének tudatában vállalta a Székelyföld története monografikus jellegű kiadvány szerkesztőbizottságának elnöki tisztét. Amikor az a felkérés ért engemet, akkor hirtelen ez jutott eszembe, van egy elvárás a társadalom részéről, és a történészek is úgy érzik, hogy igen, ezt a lehetőséget ki kell használni. Amellett, hogy a székely történelem a szívem csücske volt, és most is az, részben azért, mert úgy hoztam magammal annak idején diákkoromból a hajlandóságot, a székely történelem narratívája iránt inkább. És a 1948-ban kezdtem, akkor sajnos itt hirtelen változás történt, elmaradt az a fajta
történet oktatás az egyetemen is, amit úgy szerettünk volna, de aztán egyénileg az ember elkezdte kutatni azt, amit jobbnak gondolt, jobban szeretett. És így lassan elmélyültem, próbáltam elmélyülni a székely történelem sajátosságaiba, és ide akartam kijutni, hogy az erdélytörténelme keretében, a magyarság történelme keretében a székely história rendkívül érdekes színfolt, különös színfoltja az a történelemnek, a magyar történelemnek a székely história. Erre akkor jöttem rá, amikor 1990-től 94-ig négy alkalommal is Debrecenbe hívtak tanítani az egyetemre, a Kossuth Lajos Egyetemre, akkor Kossuth Lajos Egyetem volt, és észrevettem, hogy mennyire érdekli az embereket, a diákokat, az egyetemi hallgatókat az a történelem, amit úgy elő tudtam adni, előadtam nekik a székely történelemből. Na most elsősorban a megtelepedés kérdése, hogy hogy kerülnek oda a székelyek. A székelyek eredete erről faggattak, ezt szerettük volna most is erősen előtérbe állítani. Ezek a legnehezebb kérdései a székely történelemnek sajnos, amit nagyon nehéz úgy megoldani, hogy az olvasó közönség, az érdeklődő közönség megértse azt, hogy körülbelül mi lehetett a székelység kora középkori története, a megtelepedés története, hogy ment végbe, azért már nagyon kevés a forrás. Ezért sokféle interpretáció, sok elmélet születik ezzel kapcsolatban. Ezt tapasztaltuk most az első kötet szerkesztésénél, megírásánál. De hát kiderült az is, hogy sok kérdés, nagyon sok kérdés, nem eléggé felkutatott. És a régi történetírásban van eligazítás, Szádecki Lajos és mások jó történelmet írtak, de hiányos. Nagyon nagy összefoglalók, illetve hát az összefoglalókból hiányoznak azok a részletek, amik sokszor a székelyek sajátosságaira vonatkoznak. Az immár 3 éve zajló program folyamán a megbeszélések és a szerzőkkel váltott levelek során Egyed Ákos célként fogalmazta meg azon tényezők azonosítását, melyek lehetővé tették a székelyek megmaradását a székelyföldön. A programban résztvevők, de általában a helytörténészek feladataként határozta meg kutatni és ismertetni a székelység történetének specifikumait, különös tekintettel a székelyek katonai szerepére, a sajátos székely jogrendszerre, a társadalom szerkezetére és fejlődésére, a közbirtokossági rendszerre, de a globalizáció székelységre tett hatásaira is, kiemelve e kérdések megismerésének fontosságát. Hát ezek a nagy kérdések azért ott lesznek ezekben a kötetekben, és nagyon reméljük azt, hogy részben az kíváncsiságát, az is fontos a társadalomnak, az egész magyar társadalomnak, nem csak a székelynek, annyira mennyire kielégíti majd, amit tartalmaz a 3 székely kötet, és ösztönzést ad, hogy itt ezek még nincsenek megoldva, tessék tovább kutatni, jönnek fiatalok, jobban felkészültek, nézzék meg azt, hogy mit lehet, mit nem
láttak jól a régiek, és mit kell ezen javítani tovább.